200 méter balra, 120-140 balra! De jobbra kellett volna, jobbra! Az autó nagyon csodálatosan működött, egy vízválasztó volt, tulajdonképpen ugye, mert hát a nagy próba mindig a verseny. Nem lehet soha tesztelni annyit azokban a körülményekre, ami itt adódott, tehát ez egy csodálatos volt. Én azt hiszem, hogy az első nap végén nyugodtan mondhatjuk, hogy 100%-os a teljesítmény. A verseny második felében észrevettük, hogy kicsit ledadod a motor. Meg kellett állni, egyszerűen nem tudtunk tovább menni. Addig egész jó, úgy éreztük, hogy nagyon jó eredménnyel megyünk. Addigra kb. 20-25 autót előttünk meg, ami szerintünk elég jó teljesítmény. Meg kellett állnunk. Amikor felnyitottam a motorházvezetőt, akkor láttam, hogy az a cső, amelyik a levegőt bevezeti a motorba, teljesen összeroppant és ki is lukat. Nagyon élveztem az elejét, amikor jött ez a technikai probléma, akkor egy pillanatra azért kétségbe estem, már csak amiatt is, mert az egész munka, amit belefektettem, hogy előztem az autókat, az egy pillanat alatt visszaelőzött mindegyik, amíg félreálltunk, és ez lelkileg elég nagy teher volt, hogy körülbelül 2 órát küzdöttünk, hogy 5-6 autót megelőzzünk, és egy pillanat alatt szertefoszlott mindent.